Mozgalmas a hét a Makó FC-nél, vasárnap egy 1-0-ás makói győzelemnek örülhettek a szurkolók. A hétközi fordulóban, melyet szerdán játszottak le, viszont nem sikerült a bravúr. A Budapest Honvéd 2-3-1-re tudott nyerni a marosmentiekkel szemben. Egyébként a két klub tulajdonosi köre jó kapcsolatot ápol egymással, nemrégiben egy együttműködési szerződést is kötött a két szervezet. Ez nem csak a játékosoknak, de az edzőknek is számos új lehetőséget kínál. Továbbá így tud megvalósulni a Makó Kispest Honvéd öregfiúk mérkőzés is. Vasárnap 14 órakor fogjuk kinyitni a kapukat, és akkor 15 órától 2x30 percben játszanak az öregfiúk. Honvédnál Maracskó Mihály, Kovács Kálmán, Bárányos Zsolt lesz többek között a pályán, illetve még több válogatott játékos. Makónál meg pedig a szokásos öregfiúk Gárda, Szabó Norbi, Pataki Viktor is játszik, illetve Báni Tamás is lehet, hogy pályára lép. Ezt követően 17 órai kezdettel városunk első számú együttese a Ferencvárosi Tornaklub fiúk csapat ellen javíthat az NB3 35. fordulójában. A belépőjegyek változatlanul a diák és a nyugdíjas 500, míg a felnőtt 700 forintba kerül ezen a napon is, és tombola sorsolásra is sor kerül majd.